A termékfejlesztés egyértelműen a legizgalmasabb része a munkámnak, ezért is örülök neki nagyon, hogy immár sokadik éve tevékeny részese lehetek az új benzár termékek megalkotásának. Ez egy rendkívül izgalmas és kihívásokkal teli folyamat, hiszen mindig az a célunk, hogy olyan termékeket hozzunk létre, amelyek tényleg többet tudnak a már meglévőktől, és amelyeket használva a horgászok még több és még szebb halat foghatnak. Természetesen a 2020-as esztendő is nagyon izgalmas volt ebből a szempontból, és itt az előttem látható termékek megalkotásával bizony nagyon sok munkánk volt. Azonban én úgy gondolom, hogy megérte, és tényleg olyan termékek születtek, amelyeknek remélem, hogy ti horgászok is örülni fogtok. Ebben a videóban most szeretném őket bemutatni részletesen mindenkinek. A konkrétumok nyelvére térve most arról a 8 termékcsaládról lesz szó, amely akkor, amikor ti ezt a videót már látjátok, a boltok polcain vár majd mindenkit. Egy etetőanyagcsalád, 6 csali család, illetve egy apró, de annál hasznosabb kiegészítő fog terítékre kerülni az elkövetkező percekben, úgyhogy vágjunk is bele. Kezdjük a sort azzal az etetőanyagcsaláddal, ami a 2021-es évre készült el, és mostantól áll a rendelkezésetekre. Már eddig is nagyon sok olyan etetőanyag alkotta, illetve alkotja a benzár palettát, amely kifejezetten a töltögetős kosarakkal való horgászathoz kínál remek lehetőségeket, azonban úgy láttuk, hogy van még rés a pajzson, ezért a fejlesztések egy olyan etetőanyagcsalád irányába indultak el, amelyek nagyon magas beltartalmi értékkel bírnak, ugyanakkor viszonylag kedvező áron lehet hozzájuk jutni. Igazából kompromisszumokat sem nagyon kellett kötnünk, mindössze meg kellett találnunk azokat az alapanyagokat, amelyek magas beltartalmi értékükkel kiváló alapját képezhették a majdani termékeknek, és szerencsére meg is találtuk őket a különböző halas pelletek formájában. Ezeket őröltük, zúztuk, illetve kiegészítettük azokkal a hallisztekkel, amelyek a korábban említett etetőanyagaink esetében már jól működtek, és így születhettek meg a commercial termékek. A commercial etetőanyagcsalád jelenleg 6 különböző ízesítésű etetőanyagból, illetve egy mikropelletből áll. Az ízesítések között természetesen azok az aromák találhatóak meg, amelyek már hosszú évek óta jól működnek az egyéb metódos termékeink körében. Így készült például a Black Halibut, a Green Betaine, a Red Krill, a Scopex, a Vajsav, illetve a Natur Kivitel. Ezek közül kettőt hadd emeljek ki, amelyek nekem a legkedvesebbek. Az egyik a Scopexes, ami annyival tud többet, mint a másik öt, hogy ez már száraz állapotában is meg van édesítve, így egy édes halas keverékről beszélünk, ami úgy gondolom, hogy például a tavaszi vagy a késő őszi horgászatok során egy nagyon hatékony fegyver lehet az intenzíven telepített tavakon. Illetve ez az etetőanyag tökéletes kiegészítője például a keszeges keverékeknek, hogyha szeretnénk az átlagsúlyt növelni, akkor mindenképpen érdemes egy harmadrésznyi Scopexes kaját adnunk az egyébként jól működő keszeges keverékünkhöz. A másik pedig a Natur verzió, ami mint versenyhorgász egy kifejezetten kedvelt variáns számomra, hiszen nem egyszer előfordult már, hogy egy többnapos metódverseny során a halak a verseny vége felé közeledve egyre kevésbé reagáltak jól az aromákra, sőt az aromázott etetőanyagok már éppen ellentétes hatást váltottak ki, mint amit szerettünk volna, és sokkal inkább riasztóak voltak a halak számára, semmint vonzóak. Na, az ilyen szituációk során egy ilyen naturális keverék, ami semmiféle színezőanyagot vagy aromát nem tartalmaz, remek választást jelenthet számunkra, és még egyszer mondom, ez a Natur típus kifejezetten a versenyhorgászok kedvéért került fel a palettára. A commercial etetőanyagok szemcsemérete rendkívül változatos, de talán ezt a képek minden szónál jobban tükrözik. A pelletek zúzása, illetve őrlése során kiemelt figyelmet fordítottunk annak, hogy teljesen porrázúzott, lisztfinomságú őrlemények is kerüljenek a keverékbe, de ahogyan látszik is, kifejezetten nagy, akár 5-6 mm-es pellet darabok is nagy számban találhatóak az acskóban. Ez több szempontból is előnyös számunkra, hiszen ezeken a darabos összetevőkön például a nagyobb testi pontyok nagyon jól el tudnak szemezgetni, illetve versenykörülmények között is rendkívül fontos az, hogy helyben tudjuk tartani a halakat, amihez egy ilyen viszonylag durva őrlésű és több darabos szemcsét tartalmazó keverék kiváló választást jelenthet. A commercial etetőanyagok megnedvesítése pofon egyszerű egyébként. A 800 g-hoz, ami egy zacskóba került, pontosan 4 deciliternyi folyadékot kell adni, jó alaposan összekeverni, tömöríteni a vödrünk egyik oldalába, majd egy 15-20 perces pihentetés után kész a tökéletes állagú és már horgászatra alkalmas etetőanyag. A pellet mix tagja ennek a családnak pedig tökéletes kiegészítője lehet a porózus etetőanyagoknak, hiszen
Hogyha önmagunkban nézünk, legalábbis én mindenképpen, akkor mikropellet nélkül jó ideje nem indulok már el metódozni, így mindenképpen szükségesnek láttuk a Commercial termékek közé is egy mikropellet mix felvételét. Több különböző magas fehérje tartalmú 2 mm-es mikropellet keverékéből áll ez a pellet mix, amelyet rendkívül könnyű elkészíteni, hiszen úgy is meg lehet nedvesíteni néhány perc alatt, mint a porózus etetőanyagokat, tehát több lépcsőben, de áztatni is lehet ezt a pelletet, és ekkor csak arra kell figyelnünk, hogy másfél-két percnél tovább ne legyenek a víz alatt, hogyha ezt a szabályt betartjuk, akkor utána tökéletes állagú lesz a mikropelletünk. A Commercial termékcsaládról tehát három dolgot érdemes megjegyezni. Az egyik, hogy ez egy nagyon kedvező árfekvésű etetőanyagcsalád, amely rendkívül magas beltartalmi értékkel bír, hiszen mind az etetőanyagok, mind pedig a mikropellet fehérje tartalma közel 50%-os. A harmadik pedig, hogy rendkívül egyszerű őket használni, hiszen a porózus etetőanyagok megnedvesítéséhez pontosan 400 ml folyadékra van szükség, a mikropelletet pedig másfél-két perc áztatással használatra kész állapotba tudjuk hozni. Az elmúlt években egyértelműen azt tapasztaltuk, hogy a Method Fader technikához a Wafter csalik azok, amik egyértelműen a legjobban illenek. Ennek megfelelően a 2021-es csali újdonságaink között is három különböző Wafter termékcsalád kapott helyet, melyek között van egy világújdonságnak számító termékcsalád, van egy, amit kifejezetten a versenyhorgászok kedvéért hoztunk létre, illetve van egy két méretben megjelenő, abszolút univerzális és széles körben használható pelletcsalád. Nézzük most ezeket! Kezdjük mindjárt akkor a világújdonságnak számító Procon Wafter szeg bemutatásával. Ezekről a csalikról alapjáraton azt kell tudni, hogy a kukorica, illetve a kukorica horgászatban történő széleskörű felhasználása ihlette őket. Egészen pontosan három cég együttműködésével valósult meg ez a fejlesztés, melyek a Poseidon, a T-Marmix, illetve a Benzarmix. E három nagymúltú csaligyártó cég mögött már olyan tudásbázis áll, és olyan széleskörű tapasztalat, amely lehetővé tette egy abszolút formabontó újdonság megalkotását. A Procon Wafterekről elsősorban azt kell tudni, hogy a kukoricára megszólalásig hasonlító csalikról van szó, amelyeknek az alapanyagai között is több kukorica származék kapott helyet. Hogyha alaposan szemügyre vesszük őket, akkor jól látszik, hogy az alakjuk egyértelműen a takarmány kukoricát idézi, ami a pontyok döntő többségének számára természetes táplálékként apostrofálható, hiszen a halgazdaságok jelentős részében kukoricával etetik a pontyokat, így ezen nőnek fel, ismerik, szeretik és keresik, emiatt lehet ez a csali annyira fogós. Ami azonban ettől talán a modern metodhorgászatban még fontosabb, hogy a csalik felhajtó ereje is úgy lett beállítva, mint a legdivatosabb és legfogósabb pellet csaliké. A nevük is elárulja, hogy Wafter pelletekről van szó, ami azt jelenti, hogy egy megfelelő méretű horoggal kombinálva őket, a tökéletesen kibalanszírozott csali felkínálást tudjuk a segítségükkel prezentálni. Hogy egészen konkrét legyek, a Procon Wafterszekhez a 8-as méretű, 10-es normál csali tüskével ellátott Benzar Method Round Fader horog már tökéletes, tehát vagy ezt, vagy esetleg az ettől nagyobb, nehezebb horgokat célszerű a csalikkal használni. Azonban a 14 mm-es méretük nem is indokolja ettől kisebb horog használatát, úgyhogy tulajdonképpen nem lehet velük hibázni ebből a szempontból. 10 különböző ízesítésben készültek el egyébként a Procon Wafterszek, amelyek a csoki narancs, a kagyló, a mangó vajsav, a vajsav, az eper, az édes kukorica, a méz, a tutti frutti, a fokhagyma, illetve a máj. Ezekhez az ízekhez pedig rendkívül feltűnő színek is társulnak, így a Procon Wafter tulajdonképpen ötvözi mindazt, amit a kukorica, illetve a modern pelletcsalik tudnak, és ezek elegyeként szerintem egy rendkívül fogós, és abban is biztos vagyok, hogy nagyon nagy népszerűségnek örvendő csali családról van szó. Az előbb bemutatott Procon Wafterszek 14 mm-es méretükkel kifejezetten szelektív csalinak tekinthetők, azonban szerettünk volna kedvezni azoknak a horgászoknak is, akik inkább a kisebb méretű csalikat kedvelik, és nem probléma számukra, hogyha a nagytestű pontyokon kívül esetleg más is horogra akad. Elsősorban nekik készültek a Bicolor Smoke Wafter Dumbbell csalik, amelyek kettő különböző méretben,
12x8-as, illetve 10x8-as kivitelben kerültek a boltok polcaira. Ezekről a csalikról elsősorban azt kell tudni, hogy a már korábban megjelent Bicolor metód pelleteink és metód Smoke Wafter dumbbelljeink kedvező tulajdonságait ötvözik, tehát kétszínű, oldódó és vérző wafter jellegű csalikról van szó. A dumbbell formájuk is eltérő, hogyha a kettő méretet alaposan górcső alá vesszük, ami természetesen nem véletlen, hiszen szerettünk volna még egy plusz variációs lehetőséget adni a horgásztársak kezébe, ami úgy gondolom, hogy ezzel a két eltérő hordó formájú, de némileg más formával meg is tudtunk tenni. A kisebbek, a 10x8 mm-es wafterek egy picit ducibb csalik, amelyeket elsősorban 10-es vagy 12-es horoggal szoktunk párosítani, míg a nagyobb wafterek kicsit hosszabb, nyújtottabb formával rendelkeznek, ezekhez már elsősorban a 10 mm-es csali tüske az ideális, egy 10-es vagy egy 8-as horoggal társítva. A csalik felhajtó erejéről persze tudni kell, hogy próbáltunk arra figyelni, hogy ne kelljen külön nézegetni őket egy tálkában, hogy hogy állnak, hanem a hozzájuk méretben megfelelő horoggal viselkedjenek tökéletesen a mederfenéken. Ez, még egyszer mondom, a kisebb 10x8-as dumbbellek esetében 10-es vagy 12-es horgot jelent, a nagyobbak esetében pedig 8-ast vagy 10-est. Mindkét méret esetében ugyanaz a 7-10 kombináció nyerte el a végleges formáját és került a tégelyekbe, amelyek egészen pontosan a tintahal fokhagyma, az eperméz, a csoki narancs, a krillbelakan, az ananász vajsav, a mangó vajsav, illetve a kagyló fokhagyma. Ezek közül az ízkombinációk közül néhány már ismerős lehet, hiszen a Bicolor pelleteink között több is megjelent, azonban igyekeztünk alkalmazkodni a folyamatosan változó igényekhez, és olyan aromákat is beemeltünk, amelyek csak az elmúlt években váltak igazán fogóssá, mint például a mangóvajsav. Én úgy gondolom, hogy ezekkel a csalikkal egy hétköznapi horgászaton, vagy adott esetben egy versenyszituációban is rendkívül eredményesek lehetünk, hiszen oldódó és vérző küllemük garanciát jelent arra, hogy felkeltik a környékben tartózkodó pontyok figyelmét, és lehetőséget adnak számunkra egy igazán mozgalmas horgászatra. És wafter csaliaink közül a végére hagytam a szívemhez legközelebb álló termékcsaládot, amely egészen pontosan a konkursz waftereket jelenti. Ezeknek a csaliknak a megalkotásánál az volt az elsődleges szempontunk, hogy a jelenlegi tudásunk szerinti tökéletes versenycsalit hozzuk létre, és én úgy gondolom, hogy ez sikerült is. Ugye a versenykörülmények között, ami általában kritérium szokott lenni egy csalival szemben, az az, hogy legyen kisméretű, ideális felhajtóerejű, kellően élénk színű és a lehető legattraktívabb. Ezeknek a jellemzőknek mindegyike igaz a konkursz wafterekre, de nézzük őket egyesével. Ugye a dumbbell formát azt különösebben nem kell lecsetelnem, már a Bicolor Smoke Wafter dumbbelleknél is elmondtam, hogy miért próbáljuk egyre inkább ebbe az irányba mozdítani a csaliainkat, így a konkursz wafterek is hordóformában készültek. 6 mm-es méretük úgy gondolom, hogy tökéletesen alkalmassá teszi őket a versenyszerű horgászatra, hiszen egy ekkora méretű csalival a rutinos, sokat látott pontyok mellett, hogyha a szükség úgy kívánja, akár a kárászok vagy a keszekfélék is magas hatékonysággal megfoghatók. Erre jó példa a nagybajomi Method Fader országos bajnokság döntője, ahol éppen azért volt szükség ilyen kisméretű csalikra, mert minden halat meg kellett fogni a jó szereplés érdekében. A konkursz wafterek egy leszűkített paletta formájában kerültek a boltok polcaira, hiszen mindössze 5 különböző ízesítés készült belőlük. Ezek egészen pontosan az ananász vajsav, amely citromsárga színű, a kókusz, amely fehér színű, a Color Mix vagy a Tutti Frutti, ami egy igazi színkavalkád, a csoki narancs, ami természetesen narancssárga, és az Eper Krill, amely pink színű. Nagyon letisztult, élénk és világos színek jellemzik ezeket a csalikat, ami sok esetben nagyon fontos szempont tud lenni, de ami talán még ettől is fontosabb, hogy oldódó csalikról van szó, így a bennük lévő aromát, édesítőt, illetve étvágyfokozót folyamatosan tolják ki magukból. Igen, édesítőt és étvágyfokozót is, ugyanis a konkursz wafterek meg vannak édesítve, így ha megkóstoljuk őket, akkor nagyon kellemes édes ízük van, illetve került az alkotó részeik közé egy olyan speciális étvágyfokozó adalék, ami a tesztek során rendkívül fogósnak bizonyult, és tényleg több halat tudtunk fogni ezekkel a csalikkal, mint akármelyik másikkal. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy aki versenyszerű horgászatra adja a fejét, az a konkursz waftereket mindenképpen vegye számításba, és lehetőség szerint vigye magával a vízpartra.
Persze nem azt akarom ezzel mondani, hogy a hétköznapi pecások számára nem jó választás a konkurszvafterek családja, hiszen egy egyszerű hétköznapi pecán is nagyon fogósak ezek a csalik, csak figyelembe kell venni azt, hogy a kisméretüknek köszönhetően nem kizárólag pontyot fogunk velük fogni, hanem valószínűleg mindent, ami az etetésünk környékére téved. Egyetlen dologról nem ejtettem már csak szót a konkurszvafterekkel kapcsolatban, ez pedig nem más, mint a felhajtó erejük. Úgy határoztuk meg a lebegőképességét ezeknek a csaliknak, hogy a vékony, azaz fine tüskével ellátott 14-es vagy 16-os méretű horgokat se emeljék fel, hiszen ezek a horgok még a versenyhorgászatban bőven szerepet játszanak, és bizonyos körülmények között ekkora méretű horgok használatára van szükség. De a jó hír az, hogy ezekkel a csalikkal az ekkora horgok is tökéletes összhangban vannak. Természetesen azonban a fejlesztések nem kizárólag a wafter csalik irányába tolódnak, hiszen igyekszünk a pop-upjainkat is folyamatosan korszerűsíteni, és a kínálatunkat a folyamatosan változó igényekhez egyre inkább megfelelővé tenni. Három új pop-up csali család került a boltok polcaira az elmúlt időszakban a Benzermix márka égisze alatt, ezekről lesz szó most az elkövetkező percekben. A sort kezdjük mindjárt a talán legkülönlegesebb csali családdal, a Turbo Pop-up koktél csalikkal. Hogyha alaposan szemügyre vesszük őket, akkor jól látszik, hogy egy igazi kavalkád, egy csali kavalkád került a tégelybe a Turbo Pop-up koktél csalik esetében, hiszen rendkívül változatos méretben, formában, illetve színben találhatóak meg csalik a tégelyben. Emiatt is ez a csali egyébként a hirtelen ötlettől vezérelt rapid horgászatokhoz jelent szerintem nagyon jó választást, amikor nem szeretnénk magunkkal sok cuccot vinni, mindössze néhány doboz csalit és egy zacskó etetőanyagot. Mindenképpen ilyesmiben érdemes ekkor gondolkodni, hiszen a tégelyben nagyon sok különböző szituáció megoldásához alkalmas csalétket is találunk. Hogy egészen konkrét legyek, van a tégelyben gömbforma, dumbbell forma, párnácska forma, és a méret egészen 4 mm-estől 16 mm-esig terjed, így tényleg nagyon sokféle szituációt meg tudunk oldani egyetlen doboz horogcsali segítségével. A Turbo Pop-up koktél csalik egyébként 4 különböző ízesítésben kerültek a boltok polcaira, melyek a csípős fűszeres, az étcsoki narancs, az ananász vajsav, illetve a krill fokhagyma. Tehát ezek között találunk kifejezetten édes, kifejezetten büdös, illetve még fűszeres ízt is, tehát úgy gondolom, hogy tényleg nagyon univerzális csalikról van szó, amelyek még egyszer mondom, a rapid, mindössze néhány órás horgászatokhoz kínálnak remek megoldást. Szintén a nagy felhajtó erejű csalik közé tartoznak a metód pilók, amelyek esetében egyértelműen a forma az, ami kiemeli őket a megszokott pop-up csalik közül. Ha jól megnézzük őket, akkor láthatjuk, hogy nem gömb, nem is dumbbell, hanem amolyan párnácska vagy pillecukor formájú csalikról van szó, amelyek elsősorban azokon a vizeken lehetnek igazán fogósak, ahol a halak már ismerik a gömb, illetve a dumbbell formát is, és valami újat szeretnénk nekik mutatni. Na, ezeken a vizeken a metód pilók szerintem nagyon jó választást jelentenek. A csalik rendkívül élénk, tiszta színekben készültek el, ami szintén egy nagyon fontos szempont velük kapcsolatban, hiszen főleg a tiszta vízű bányatavakban a színeknek a jelentősége hatalmas, és tényleg meglátszik a kapásaink számán, hogy milyen tisztaságú színeket használunk. Én úgy gondolom, hogy ehhez hasonló színekben pompázó csaliból nagyon kevés van a piacon. A metód pilók 11 különböző ízesítésben kerültek a kereskedelmi forgalomba, melyek a méz, a tintahal, a tutti frutti, a green betain, a fokhagyma, a chili kolbász, az áfonya, az eper, a vajsav, a krill, illetve az ananász. Ezek között tehát megvannak azok a jól bevált, már évek óta ismert és kedvelt édes, illetve büdös ízek, amelyeket oly sokan használnak, de természetesen van néhány különlegesebb aroma is, elég csak például az áfonyát említenem. És egyébként, hogyha alaposan megnézzük, akkor azért a színekkel is játszottunk egy kicsit, hiszen például a tintahal, a tutti frutti, illetve a fokhagyma kevert trikolor változatokban került a tégelybe, ez pedig egy olyan plusz opciót ad nekünk, ami bizonyos esetekben lényegesen több kapást eredményezhet. Végül, de nem utolsó sorban pedig következzenek a four color csalik, amelyeknek a legkülönlegesebb jellemzőjük, hogy egyszerre 4 különböző színben pompáznak.
Egyébként 7 mm-es pop-up csalikról van szó, azonban épp a négy színű küllemük az, ami kiemeli őket a többi hasonló jellemzővel bíró horogra való közül, és én úgy gondolom, hogy nekik is elsősorban a tiszta vízű bányatavi horgászatok során juthat igazán nagy szerep. Ilyen körülmények között ugyanis gyakran előfordul, hogy azt, hogy mennyi halat fogunk, elsősorban a csalink színe, annak feltűnő mi volta határozza meg. Az ilyen típusú vizeken bizony van értelme kísérletezni ezekkel a nagyon színes csalikkal, hiszen biztos vagyok benne, hogy az elérhető ízek között meg fogjuk találni azt a típust, ami az adott napon, az adott szituációban jól működik. A Four Color csalik egyébként 6 különböző ízben kerültek kereskedelmi forgalomba, melyek a tintahal fokhagyma, az eperméz, az ananász áfonya, a csoki narancs, illetve a kriebelakan, és nincsen itt előttem a kókusz vanília, ami teljessé teszi a szortimentet. A Four Color csalikat természetesen a korábban bemutatott termékekhez hasonlóan csalitüskén szoktam elsősorban használni, 7 mm-es csalitüskén és a hozzájuk méretben illő 8-as vagy 10-es, esetleg 12-es horgokkal, amelyeket ezek a csalik bizony teljes előkehozban fel fognak emelni. Emiatt alkalmasak tehát a vízközti horgászatra, vagy hogyha valami miatt nagyobb 4-es, 6-os horoggal kell horgásznunk, akkor azokat is tökéletesen ki tudjuk velük könnyíteni. A 2021-es újdonság bemutató videónkat pedig egy olyan horgászeszközzel zárom, ami bár nem illik bele a korábban bemutatott csalik, illetve etetőanyagok körébe, azonban a vízparton rendkívül jó szolgálatot fog tenni mindenkinek, aki kipróbálja. A szóban forgó segédeszköz nem más, mint egy metódkosár töltőforma, egészen pontosan a Benzár Rapid Method Maud, amely egy nagyon strapabíró műanyagból készített L-es méretű töltőforma, tehát tökéletesen megfelelő méretét tekintve a Benzár Arc Flat, Easy Flat, Spider Flat, illetve Classic Method kosarakhoz, de említhetném akár a Carpex Flat Competition kosarat is. A töltő különlegessége abból adódik elsősorban, hogy nem igényli mindkét kezünk használatát a kosár megtöltése során, egyetlen kézzel is tökéletesen használni tudjuk a horgászat során. Ez ugye a kialakításából adódik, jól látszik, hogy akkor igazán kézreálló ez a töltőszerszám, hogyha egy kézzel szeretnénk a kosarat megtölteni, ahogyan a képeken is látszik, ezzel tovább tudjuk gyorsítani egyébként a horgászatot, ami adott esetben versenykörülmények között lehet igazán jó. Bízom abban, hogy a korábban bemutatott termékeket látva mindenki számára már egyre inkább vágyott pillanat az első horgászata az évnek, már hogyha erre még nem került sor. Én magam is nagyon izgatott vagyok, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit szóltok majd ezekhez a termékekhez, a csalikhoz, az etetőanyaghoz, illetve a most bemutatott töltőszerszámhoz. De nagyon bízom abban, hogy elnyeri majd a tetszéseteket, ha nem is mindegyik termék, de legalább egy vagy kettő, hiszen nagyon sokat dolgoztunk ezek fejlesztésén, és én őszintén remélem, hogy a munka nem volt hiába való. Mi már jó ideje használjuk őket természetesen, nagyon sokat horgáztunk velük a legkülönfélébb körülmények között. A téli időszakban is nagyon fogósnak bizonyultak, de minden további tapasztalat már legyen a következő filmek, illetve videók témája, amelyekből remélem, hogy tudunk majd néhány használati praktikát is mondani a most bemutatott termékekkel kapcsolatban. Úgyhogy kövessétek továbbra is az Energofish YouTube csatornáját, és hamarosan a vízparttól jelentkezünk az új termékeket használva. Sziasztok!